Ez a 98.6 Manna FM, és benne az egészségóra, meg a Zöldvér program Jakab Istvánnal, aki egészségbefektető, és az ember, aki zöldeket beszél. Persze a viccet félretéve, István, ha az emberi vér piros, akkor miért zöldvér a program elnevezése? Megnézzük, hogy a napocska mit tesz a természettel, milyen módon alakítja a levelek zöldvérét, akkor már is látjuk, hogy a természet alapszíne nem feltétlenül piros, hanem zöld. Amiért ez vörösvéré alakul át bennünk, az egy nagyon érdekes folyamat, mert hogy a klorofilnak és a hemoglobinnak ugyanaz a képlete, mindösszesen a magnézium cserél helyet a vassal. A vas nagyon fontos oxigénszállító a vérben, de egy érdekes gyűrűs cserének hívják, alakul át a zöldvér vörösvéré. És minél több magnézium van a vérünkben, minél mérgesebb zöldeket fogyasztunk, annál jobban szolgáljuk az egészséget. És ezért mertük ezt az elnevezést használni, hogy a nap vére zöld. Mert a természetben a nap hatására a levelek zöldvére az a napvére. Ez szerint a felfogás szerint. Mit jelent konkrétan a zöldvér program? Ugye fűben, fában, orvosság, ezt már nagyon sokan ismerjük, de amikor rájöttünk, hogy az emberiségnek természetes ásanyag és vitamin forrásokra igen a szüksége van, ugyanakkor a kínálat ma már csak mesterséges anyagok áradatából áll, akkor egy kis segítséggel, aki Yoshide Hagiwara volt, egy japán professzor, felfedeztük azokat a növényeket, amelyek még tudják szolgálni az embert úgy, hogy az őszi vet és tavaszi hajtása mielőtt kalázba szökken, még irdatlan mennyiségben tartalmaz azokat az anyagokat, amire szükségünk van. Ő azt vallja, és ezt el kell fogadnunk, hogyha csak ezeket fogyasztanánk, például árpafű, például búzafű, ezt nagyon sokan ismerik, de a lucernát is ide sorolnám, ami attól kiváló, hogy 10 méteres gyökere van, de ő már évelő, de ugyanúgy méregző leveket lehet kinyerni belőle. És az emberek általában már megszokták, hogyha valami ütőset szeretnének, akkor kicsafarják a füveknek a levét. Igen, ám csak nem mindig vannak ilyen tiszta füveink, nem mindig van zöld facsarunk, és akkor kidolgoztunk egy technológiát, ezt májusban aratjuk ezeket a zöld növényeket, és testhőmérsékleten leszállítjuk. Ez azt jelenti, hogy amikor újból vizet teszel hozzá, fölkavarod, illatra, ízanyagra, színre ugyanolyannak kell lenni, mint a frissen préselt levek. A kedvencünk a hét zöld. Spirulináról nem beszéltünk, amit nem ilyen módon állítjuk elő, de ott van a brokkoli, ott a csalánlevél, ott a kaporlevél, és sorolhatnám. Tehát mi a természet igazi zöld receptúráit használjuk ahhoz, hogy az egészségünket fenntartjuk, mert hogyha már figyeltek a kedves hallgatók az elmúlt hetekben, akkor megőrzött egészség nagyobb kincs, mint a legyőzött betegség, és a zöldvér program tulajdonképpen ezt szolgálja. Miket hívünk élő vitaminoknak? Az élő vitaminok tulajdonképpen azt hiszük, hogy ha elmegyünk és aszkorbin savat fogyasztunk, akkor már C-vitamint fogyasztunk, de ez nem így van, mert vannak úgynevezett kófaktorok. A kófaktorok nem mások, mint amikor a természetben előforduló vitaminok mellett ott vannak a kiegészítő kópáló anyagok, így talán egyszerűbb az embernek elfogadni, polifenolok, például a C-vitamin attól sárga az eredeti, nem fehér. Szent György után a nagy kérésre fehérítette csak ki a C-vitamint, de ezeknek a segítségével tud felszívódni egyrészt, másrészt a reduktorok. A reduktorok azért nagyon fontosak, mert amikor elfogyasztunk valamit, az először ugye antioxidánsként működik a szervezetben, de ha nem pótoljuk a töltéseit, nem teszük újból élővé, akkor azok válnak ilyen támadó szabadgyökökké. Tehát, hogy felfogjuk, rengeteg jó szándékú megoldás van arra, hogy az emberek egészségét támogassák. Például oxigénnel, igen, ám csak az oxigén miután leadja a szervezetben a szabad töltéseit, ő válik a radikális oxigénnél. Nagyon sokan ismerik ezt a kifejezést, ami azt jelenti, hogy már ő lesz a rabló. Ez visszatérve az alapkérdésedre, csak az élettüze által éljetek, a természetben megtalálható, azokat a komponenseket tartalmazó vitaminokat tudjuk javasolni, és mi is csak ezeket fogyasztjuk, ami ilyen kóanyagokkal, kófaktorokkal együtt jelenik meg. Mitől marad élő a vitamin? Olyan módon tudod ezt bizonyítani, anélkül, hogy laborba elvinnék, hogy amikor vizet teszel hozzá, vagy hígítod, vagy bármit csinálsz vele, ugyanannak a konzisztenciának, ugyanannak a színnek, illatnak kell újból előjönnie. Mert ha már ott hagyod és besárgul, akkor logikus, hogy az enzimek elkezdték lebontani
a benne lévő hatóanyagokat. Tehát így tudod elfogadni, hogy az életet tudod még tárolni abba az élő vitaminba. Az élőnél nincsen jobb. A frissen facsarnál nincsen jobb. Tehát, hogy menjünk végig a lépcsőkön, igaz? De a harmadiként, amikor az élő szárítmányokat veszed elő, és az élő szó nem feltétlenül releváns ebben a dologban, mert az hiába a port visszaszorod a földre, abból már nem lesz tömét, de ugyanakkor élettani hatás szempontjából még ezek a legjobbak és elfogadhatóak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Jakab István volt a vonal túlsó végén egészségbefektető, akivel a Zöldvér programról esett néhány szó. Hogyha valaki szívesen visszahallgatná a beszélgetésünket, keresheti a Manna FM podcastján, iTunes-on, Spotify-on.